Nekem itt bevezető a feladatom. Most semmilyen konkrétumot nem fogok mondani. Lebegtetek egy papírt, mert mindig szoktam hozni magammal egy-két mások által megálmodott okos gondolatot, és lusta vagyok ahhoz, hogy ezt megjegyezzem a fejemben. Azért azokat olvasni fogom, azon kívül semmi. Arról az az én feladatom most, amire egy kicsit már átestem, hogy köszöntsem önöket nagy szeretettel, örüljek, hogy itt vannak. Nyilván önök is örülnek, ebben bizonyos vagyok, hiszen pontosan arról szól ez az egész, amit mi itt együtt csinálunk, hogy legyenek olyanok, akik itt lehetnek. Mert különben azt hiszik, hogy ez egy olyan betegség, hogy ilyen már nem is lesz. Ez nem igaz. Nagyon sok ilyen lesz, és mindig ott kell lenni, és még egy olyan feladatuk is van, hogy amit itt esetleg megtanulnak, megismernek, vagy újdonság, azt terjesszék, mint a méteit a betegtársak és az egészséges társadalom körében. Mert ez a lehetőség arra, hogy jól legyen. Az egészséghídja 2002-ben alakult, amikor a Nancy Brinker követ, nagykövet, azt mondja, az Egyesült Államok akkori nagykövete, aki nagy emlőrák harcos az Egyesült Államokban, tette rá egy javaslatot, hogy csináljunk egy ilyet. Ez meglehetősen furcsa volt akkor a magyar egészségügyi társadalomnak, főleg belülről az orvos társadalomnak, mert az egészségügyi személyzet és az orvosok egy kicsit rangon alulinak vérték azt, hogy ilyen ismeretterjesztést folytassanak. Mint ahogy egy kicsit mindenki kritikát kap, aki publikusan a sajtóban szerepel az egészség, illetve a betegség kérdéskörében, holott ez borzasztóan fontos lenne. Ennek ellenére akkor megalakult az Egyesület, és minden áldott évben összejöttünk. A fő célja az volt, és most is az, hogy az egészségtudatosságot, szemléletet és az emlőrák helyes megítélését terjessze a társadalomban. Nem fogjuk azt megérni, hogy emlőrák nélküli világban élünk, mert ez egy olyan ocsmány betegség, melyik gyön. Az összes többi betegség is ilyen. Nem hozza valaki, mert mindig vannak ilyen összeesküvés elméletek. Jön. Tudjuk, hogy milyen százalék van. Nagyon sokat tudunk ellene tenni. Akkor, amikor én elkezdtem Magyarországon emlőrákot csinálni, ez 1976-ban volt, volt olyan diagnózis, amit mikor láttam mikroszkóp alatt, és kezébe adtam a gazdájának, biztosan tudtam, hogy 3 hónap múlva nem fog élni. Ma nincs ilyen. Egyáltalán nincs az emlőpatológiában ma olyan diagnózis, ami ezt jelenteni. Magyarul iszonyú nagy fejlődésen estünk át. Ebben a fejlődésben benne van az is, hogy jobban fölismerünk, benne van az is, hogy mindenfajta oldali kormányzati segítséggel van szűrés, és a szűrés működik, működhetne jobban, erről szó lesz még itt a megbeszélések során, eljöhetnének rá többen. Ez is a feladatuk, hogy vigyék az információt, hogy mindenkit küldjenek el szűrésre. Ennek ellenére van finanszírozott ingyenes emlőrák szűrés, ami iszonyú fontos. Olyan gazdag országokban, mint az Egyesült Államok, nincs. Pedig Észak-Amerikában a legmagasabb a gyakorisága az emlőrák. És ahhoz képest Magyarországon van, ki kéne használni. Ezen kívül a gyógymódok nagyon sokat változtak. Eleinte csak műtétre gondolt mindenki. A nagy magyar sebész Verebélyi professzor azt mondta, hogy az amputáció az orvostudomány csődje. Na ezzel a csőddel gyógyítottuk az emlőrákot. Sok-sok évig ma ezen túl vagyunk. Nagyon sokkal adekvátabban lehet kezelni és gyógyítani, és amit a gyógyszeres terápia, danktanárnő fog majd erről beszélni, hozott az utóbbi években, az lélegzetelállító. Tehát gyakorlatilag lent vagyunk a molekulák és azok oldalláncai szintjén, és egyenként lehet bombázni olyan pontokat, amik segítenek többé-kevésbé specifikusan, vagy specifikusabban, mint korábban az emlőrák ellen tenni valamit. Van egy szervezett onkológiai hálózat. Foglalkoznak a betegekkel. Én azt gondolom, hogy ma már talán elkimondhatjuk azt, aki nem ért egyet, tegye fel nyugodtan a kezét, hogy tulajdonképpen az, hogy nem derül fény valakinek az emlőrákjára időben, az jelentős részben a saját felelőssége. Senkit nem ítélek el, mert magánügy, hogy ki mit csinál. Az orvos hozott anyagból dolgozik, azt kell gyógyítani, aki bejön az ajtón, hogyha valaki egy elkésett üggyel jön, akkor elkésett üggyel jön. De ma nem kéne elkésett üggyel jönni, és hogyha azzal jön, akkor ő maga tehet róla.
nem akasztjuk a nyakába, mint felelősséget, mert megharcolt ő azért is, hogy akkor eljött, és ezért elkezdjük akkor tenni azt, amit kell azért tenni, hogy meggyógyuljon. De azt gondolom, hogy a mai technikai orvostudományi háttér szervezettségi szinten nem lenne szabad senkinek sem elkésve érkeznie. Valaki ezt már korábban, nem tudom, mennyi új arc van, mert ezeket az ember, ezeket a köszei idézeteket elmondja, de én szerintem elég fontosak, és biztos vannak újak. Tehát egy filozófus mondta, hogy a betegség érdekesség és izgalom, az egészség nem érdekes. Nem is vesszük észre, hogy egészségesek vagyunk, de az egészség szép. A szépség pedig az ősmérték, az emberiség ősmértéke. És iszonyú fontos az, hogy ezt megőrizzük. A szépség az nem csípőkörfogat, nem lőkörfogat, nem szemszín, nem hang, nem még csak nem is szellemi tevékenység. A szépség az, azt írja ez a filozófus, hogy az ember és a világ alapállása, én szerintem harmónia. Egy tökéletes harmónia, amivel jó egy helységben lenni és egy levegőt szívni. És ezt el lehet érni. Az egészség nem hiánya a betegségnek, hanem a testi, lelki, szociális jólét együttes megléte és a harmónia megléte. Ez az, amit el kell érnünk mindannyiunknak és önöknek, maguknak kell ezt elérni, mert senki helyett senki más nem tud meggyógyulni ezt. Ne tessék elfelejteni. Minden eljönnek ide, meghallgatnak sok mindent, sok történetet. Nem arról szól a dolog, hogy a másikkal mi történt, és akkor velem is annak kell, nem. Én nekem egy betegségem van, azt kell legyőzni. Van nekem is különben, de nem árulom el maguknak, mert mostan önök ülnek ott, és én vagyok itt. De az a dolgom, hogy azzal küzdjek meg, ami az én betegségem. A mostani diagnosztika eljutott oda, hogy molekuláris szinten dolgozik. A molekuláris szinten az örökítő anyagot nézzük. Ha az örökítő anyagot nézzük, abból volt a sok botrány az öröklődés kapcsán a világban, nem akarok belemenni, de nagyon érdekes történet, hogy a genetikusok azt hitték, és a világ azt hitte, hogyha megismerjük az örökítő anyagot, akkor tudjuk a jövőt. Ha tudom X-nek a DNS térképét, akkor tudom, hogy ővel mi fog történni, ez nem igaz. De ez igaz a rákra. Ha ismerjük a daganatnak a konkrét örökítő anyagában rejlő hibákat, akkor tudjuk a jövőjét, és tudunk ellene tenni. És hát, hogy egy politikust is hozzak ide, ezt a Churchill mondta, a pessimista minden lehetőségben veszélyt lát. Az optimista minden veszélyben lehetőség. Az a lehetőségük, hogy meggyógyuljanak. Nagyon örülök, hogy az egészséghídja nevében itt lehetek, megint remélem, hogy jövőre is, ez persze nem önökön fog múlni, hanem az életfonál hosszán, az én vonatkozásomban. Ezzel együtt azt gondolom, hogy jövőre is leszünk együtt, és már 20. éve vagyunk együtt, és 20. éve állunk. Az igazság, az mondtam már, az emlőrák nem tűnik el, mint ellenség, tehát fenntartja a tevékenységünket, sajnos. De hál' Istennek, hogy van tevékenységünk, amitől az emlőrák talán nem lesz mindig. Kérem, hogy figyeljenek, és legyenek nyíltak, kérdezzenek, beszéljenek, legyenek aktívak, úgy, mintha csak beszélgetnénk. Köszönöm, hogy meghallgattak.